Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi várható a következő 3 hónapban asztrológiával kiegészítve? Ez a felvétel egy személyes jóslás Szidília számára. Kedves Szidília, köszöntelek téged! Te tudni akarod, hogy mi várható rád, van egy nagy szerelmed, ezt is megtekintjük. A jelenlegi helyzetedet itt ez a kártya mutatja, egy szerelmes pár, és itt van az isteni segítség is, a hit is. Higgy ebben a szerelemben. Higgy ebben a párkapcsolatban. Megnézzük azt, hogy mi az ő jelenlegi helyzete, ezt mutatja itt a kártya. A 8-as szám azt jelenti, van egy húzavona, nem tudja, hogy mit tegyen. Keresse a kapcsolatot hozzád, vagy sem. Itt szomorúság látható. A képen van egy hölgy, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése, és az azt jelenti, hogy ő sír, és ő szomorú. Mi köt össze benneteket, ezt mutatja a nagy világ, az utazás. De ez lehet egy lelki út is. Ez a kép, ez egy álom. Ez az álom meg fog valósulni, de ez időbe telik. Mert itt a képen látható a 4 szimbólum. A víz eleme, a tűz eleme, a föld eleme, a levegő eleme. Ez szimbolizálja a tavaszt, a nyarat, az őszt és a telet. És ez a 4 évszak jelenti az évet. El fog 1 év telleni, mire ti összejöttök. Az nem jelenti azt, hogy 1 éven belül egyáltalán nem lesz kapcsolat, de amíg a dolgok rendeződnek, az eltarthat 1 évig. És mi következik a következő 3 hónapban nálad és nála? Én kezdtem szeptember hónappal. Ez a 0 itt az ötleteket jelenti, de még nem a tetteket. Szeptember hónapban indítani szeretnél valami újat. Van egy ötlet, van egy terv, de bizonytalan leszel, hogy lépni kellene, vagy inkább várni, és én úgy mondanám, figyeld meg az eseményeket, ha előnyös döntéseket hozni, akkor légy bátor, és tegyél lépéseket. Ha az az érzésed, hogy ez nem a megfelelő időpont, akkor várj 1-2 hétig, 1-2 hónapig, amíg aktuális lesz ez az esemény. Ez a kép utal újdonságokra, egy új irányra, figyeld az eseményeket szeptember hónapban. Nem csak ami a párkapcsolatot illeti, hanem ami a munkádat illeti, vagy a körülményeidet, és lassú lépésekkel indíts. Október hónap, itt justícia látható a képen, az igazság istennője. Az passzol is október hónaphoz, a mérleg jegyéhez, és tényleg itt van a mérleg a kezében. Itt mérlegelni kell a dolgokat, tegyem, ne tegyem, itt döntésekről lesz szó. Itt látható a levegő eleme is, tehát ez a könnyűség fontos. Meg a beszélgetések, a kommunikáció, mert az is összeköttetésben áll a levegő elemével.
Justícia gyakran bírósági ügyekre is utal, ezt nem mondanám, hogy így lesz, de előfordulhat. Én inkább úgy mondanám, hogy itt a belső egyensúlyról lesz szó, a könnyűségről. Az is lehet, hogy te mérlegeled a dolgokat, döntéseket, fontos döntéseket fogsz hozni. Azon kívül a mérleg és a mérleg jegye szimbolizál párkapcsolatot is. Én úgy mondanám, itt van esélyed valakit megismerni. És az azt jelenti akkor számodra, itt két férfiről lesz szó, és te mérlegeled, hogy melyik előnyösebb neked, hogy melyik férfit szereted, és így döntéseket fogsz hozni. November hónapban a tűz eleme látható, itt aktív leszel, kezedbe veszed a dolgokat, valami lelkesít téged, és itt nyílik számodra egy új kapu, egy új lehetőség. Én úgy gondolom, hogy ez az új lehetőség egy munkahelyi változás lesz. És mi történik nála szeptember hónapban? Minden a feje tetejére áll. Elveszíti a talajt a lába alól. Bizonytalan. És mi következik október hónapban? Az egerek jelentenek félelmeket. De azt is jelenti ez a kép, hogy itt mindent megesznek, felfalnak, és nincs ott semmi. Elveszik valami. Félelmei vannak, hogy elveszít téged. Vagy az anyagi dolgok miatt nagyon sokat elgondolkozik, és vannak ilyen félelmei. November hónapban a kezébe veszi ezt a kulcsot. Az mutatja, hogy ő magabiztosabb lesz, mint az elmúlt hetekben és hónapokban. Azon kívül itt lezár valamit, és nyílik egy új lehetőség is. Ugyanúgy, mint itt nálad, holott, én úgy érzem, itt munkahelyi változás lesz, de emellett lesz köztetek kapcsolat november hónapban, kopogtat nálad, és szeretne beszélni veled. Én most megkérdezem az ingát, szeret ő téged, igen, nem, vagy csak egy kicsit. Amennyiben az inga jobbra fordul ki, az azt jelenti, igen, ő szeret téged. Amennyiben az inga balra fordul ki, az azt jelenti, ő nem szeret téged. Amennyiben az inga megáll, akkor megállnak az események, és nem lehet tudni, hogy érez, minden olyan bizonytalan. Az inga jobbra fordult ki, és az azt jelenti, igen, ő szeret téged. És most átmegyünk az asztrológiai részre. Most megtekintjük azt, hogy mi történik a következő három hónapban, a választ adja rá az asztrológia, mégpedig az indiai számítás szerint. Szeptember hónap 2020-ban a kos jegyével kezdeném. A kos jegyében található szeptember hónapban Mars bolygó és egy visszafele tekintő Uránusz bolygó az indiai számítás szerint. Mars bolygó jelenti a te erődet. Itt a kos jegyében egy új kezdetet, egy új irányt. Mars az egy férfias erő, jelenthet egy férfit is. Természetesen előfordulhat az, hogy szeptember hónapban ő jelentkezik,
lesz újra kapcsolat, újdonságok, vagy előfordulhat az is, hogy megismerkedsz valakivel szeptember hónapban. Uránusz bolygó visszafele tekintő, így lelassulnak kicsit az események, de ez a visszafelé tekintő mozgás jelenti a múltat is, gyakran kármikus témákat. Melyik életterületen hat ez rád, hol van a kos jegye a te horoszkópodban, a 10-es életházban, ami a nyilvánosságra utal, a hivatásra, tehát ez a kapcsolat vagy Uránusz bolygó hatása alatt jön egy változás, ezt átéled a munkahelyi területen, vagy a nyilvánosság. Az ikrek jegyében található szeptember hónapban Ráhú a felfele haladó hold csomó. Ez egy kármikus csomó, aktivált kármisen témákat, és itt ennél a Ráhú, ennél a felfele mozgó, és ennél a felfele mozgó hold csomónál van egy új irány, amit te nem ismersz, de szükséged van rá, mert itt lesznek új élettapasztalatok. A te horoszkópodban az ikrek jegye a 12-es életházban van. Ez a 12-es életház utal kármikus témákra, a múltra. Ez visszahúzódó, tehát előfordulhat az, hogy szeptember hónapban nagyon visszahúzódó vagy, viszont Ráhú azt közli veled, lépj ki, mutasd magadat, légy aktív. Itt ebben a 12-es életházban vannak a titkok is, néha a titkos ellenség is. Tehát figyelj erre is. Szeptember hónapban a Vénusz bolygó a rák jegyében található. Vénusz bolygó kihat a te nőiességedre, a kreatív munkára, de párkapcsolatra is, mert Vénusz bolygó a szerelem bolygója. Krébs a víz eleméhez tartozik, és az utal érzelmekre. De előfordulhat, hogy visszahúzódó vagy pedig nagyon érzékeny. A te horoszkópodban a krébs jegye az első életházban található, és ez kihat a te külsődre, a fellépésedre. Itt változások lehetnek, például, hogy fodrászhoz mész, kozmetikushoz, vagy veszel magadnak egy új ruhát, szépíted magadat, és mások ezt észre is veszik. A te horoszkópodban itt az első életházban van Jupiter bolygó, az neked ad lehetőséget, gyakran hoz szerencsét is. Az oroszlán jegyében található az indiai számítás szerint a nap és Merkur bolygó. A nap mutatja a havi témát, mégpedig azt te állsz a középpontban, kell, hogy sikered legyen. A nap hatása szeptember közepéig tart. Merkur bolygó szintén itt van az oroszlán jegyében, ez kommunikációra utal. Azt is jelentheti, hogy kezedbe veszed a dolgokat, döntéseket hozol, pörögnek az események, vannak kapcsolatok. A te horoszkópodban az oroszlán jegye a 2-es életházban van, itt vagyoni dolgokról
értékekről, pénzügyi dolgokról van szó. Itt található a te születési horoszkópodban egy visszatekintő Uránusz bolygó, egy visszatekintő Plutó bolygó. Itt vannak kármikus témáid. Plutó bolygó segít neked abban, hogy a belső erődet érezd, a belső értékeket. Te kihat a vagyoni helyzetre is. Uránusz bolygónál vannak mindig változások, meglepetések is. Itt nem csak a pénz bevétele van, hanem kiadások is, de belső értékek is. És Uránusz bolygó ezt mutatja neked, mennyire értékes vagy, és bíz magadban. A nyilas jegyében található egy visszafele tekintő Jupiter bolygó, egy visszafele tekintő Plutó bolygó és Ketu, a lefele mozgó holdcsomó. Jupiter bolygó segít, a szerencse bolygója, és itt vannak lehetőségek. Mivel visszatekintő, most nem mennek előre úgy az események, de azt is jelentheti, hogy vissza kell, hogy tekintsünk a múltba. Jupiter bolygó hatása alatt gyakran vannak jogi ügyek, vagy témák, ami az igazsággal, vagy az igazságtalansággal áll összeköttetésben. Plutó bolygó mutatja a belső erőnket, az önbizalmunkat, és kihat a szexuális élet területére is. Szintén visszatekintő, itt gyakran múltról, emlékekről van szó. Ketu az a lefele mozgó holdcsomó, egy kármikus út, amit ismerünk, mert ez a múlttal áll összeköttetésben, mind az, amit átéltünk a korábbi életünkben. Itt vannak emlékek, gyakran találkozások is, ilyen kármikus párkapcsolat. Ketu, ez a lefele mozgó holdcsomó októberéig itt van a nyilas jegyében. Hol hat ez nálad? A te horoszkópodban a nyilas jegye a hatos életházban van, az a munkával, a munkahelyi dolgokkal áll összefüggésben. Gyakran kihat az egészségre, vagy egészségügyi témákra. A nyilas jegye is közöl valamit, mégpedig egy irányt, célokat, gyakran utazást, ez lehet egy belső út is, vagy külföldi kapcsolatokat. A bak jegyében található egy visszatekintő Szaturnusz bolygó, visszatekintő szeptember közepéig, és akkor változik az irány. Szaturnusz bolygó befolyásolja a sorsunkat, az életútunkat, és őrzi a kármikus témákat. Szaturnusz bolygó hatása alatt mindig ilyen sorsdöntő fordulat van, vagy sorsdöntő események, döntések, kapcsolatok. A te horoszkópodban a kos jegye a hetes életházban van, tehát ez a Szaturnusz hatás kihat erre az életterületre, és itt párkapcsolatról van szó. Tehát itt lesznek sorsdöntő változások. Lehet, hogy nem szeptemberben, mert Szaturnusz bolygó hat ez évben, és még jövőre is itt ezen az életterületen. A vízöntő jegyében található egy visszatekintő Neptun bolygó, és szeptember 1-én a hold is itt található. Itt érzelmekről, vágyakról, álmokról van szó, de ebben kell, hogy higgyünk.
A te horoszkópodban a vízöntő jegye a 8-as életházban van, ami a megújulásokra utal. A te horoszkópodban itt található a nap és Merkur bolygó. Ez tanít téged arra, hogy mindazt, ami számodra fontos, azt megtarts, és mindaz, ami téged terhel, vagy nyomaszt, ami félelmeket vált ki, attól el kell, hogy búcsúzz. Ezek lehetnek gondolatok, érzelmek, kapcsolatok, vagy bizonyos tárgyak, vagy egy hely, és itt ennél az életterületnél van a transformáció. És most áttérünk október hónapra. Október hónapban Mars bolygó és Uránusz bolygó még mindig a kos jegyében van, ugyanúgy, mint szeptember hónapban, ami változik, hogy Mars bolygó visszatekintő. Ez lelassítja az eseményeket, viszont utal a múltra is. Előfordulhat, hogy valaki gondol rád, vagy visszatér a múltból, és lesz egy találkozás. Októbertől a bika jegyében található Ráhu, a felfele haladó holdcsomó, utal kármikus témákra, egy irány, amit mi még nem ismerünk. Nem csak októberben hat, hanem ez évben, és még jövőre is. A bika jegyénél gyakran anyagi dolgokról van szó. A te horoszkópodban ez a 11-es életházban található, itt barátságokról van szó, de reményekről, álmokról is. Az oroszlán jegyében található Vénusz bolygó, és ez mutatja a kisugárzásodat, a férfiak észre fognak venni, te állsz most a középpontban. A te horoszkópodban az oroszlán jegye a 2-es életházban található, itt értékekről van szó, a te belső értékedről, de anyagi dolgokról is előfordulhat, hogy pénzt adsz ki szép dolgokra. A szűz jegyében található a nap október közepéig az indiai számítás szerint mutatja a havi témát, mégpedig azt, hogy rendbe kell tenni valamit, vagy valamit át kellene vizsgálni. A szűz jegye az kihat az egészségügyi dolgokra is, van gyógyító hatása, viszont amit még említenem kell, de előfordulhat, hogy szigorúak vagyunk magunkkal szembe, másokkal szembe, és hiányzik egy kicsit a könnyűség. Nálad a szűz jegye a 3. életházban van, ez az élet iskolája, de lehet egy képzés is. A mérleg jegyében van Merkur bolygó, ez utal a kommunikációra, a mérleg jegyénél ez nagyon kellemes, vagy utal a párkapcsolatra, tehát fontos téma, a párkapcsolat, az érzelmek és a belső egyensúly. Persze jelenti azt is, hogy ki kell egyensúlyozni valamit. Harmonikus beszélgetések, vagy ami még fontos, nem csak beszélni kell, hanem hallgatni arra, hogy mit közölnek mások velünk. A Skorpión jegyében van Kétu, a lefele mozgó holdcsomó. Itt vannak kármikus témák, és Kétunál a múltról van szó.
A skorpión nálad az ötös életházban található. Ez utal a gyermekekre, a gyermekkorodra, amit még ez az ötös életház közöl velünk, ez olyan, mint az élet színpadja. És te játszod itt a főszerepet. A nyilas jegyében van Jupiter bolygó és Plutó bolygó, ugyanúgy hat, mint szeptember hónapban. A bak jegyében Szaturnusz bolygó, a vízöntő jegyében pedig egy visszatekintő Neptun bolygó. És most áttérünk november hónapra. A kos jegyében található Uránusz bolygó, ugyanúgy, mint szeptemberben és októberben. Itt nincs változás. Azon kívül, hogy Mars bolygó elhagyta a kos jegyét. A bika jegyében van Rahu, a felfele mozgó holcsomó, ugyanúgy, mint októberben. A szűz jegyében van Vénusz bolygó. Ez olyan szolíd, nem történnek nagy események, viszont rendbe tudod tenni az otthonodat, szépíteni a külsődet, és rendbe tenni a párkapcsolatod. Nálad ez a hármas életházban található, és itt van az élet iskolája, vagy egy képzés előfordulhat, hogy van valamilyen továbbképzés, és ott megismerkedsz valakivel. A hármas életház utal internet kapcsolatokra is. A mérleg jegyében található a nap és Merkur bolygó, a nap úgy november közepéig, az indiai számítás szerint. Fontos téma a belső egyensúly, az igazság és párkapcsolat. De ez alatt az idő alatt megszépítesz valamit. Mivel kihat a párkapcsolatra, és ez is egy fontos téma lesz november hónapra, ezt nem csak a nap mutatja, hanem egy visszafele tekintő Merkur bolygó. Valaki visszatér az életedbe, vagy jönnek az emlékek. Az is lehet, hogy valaki gondol rád. Nálad a mérleg jegye a négyes életházban található, és az kihat az otthonodra. Itt vannak beszélgetések az otthonodat illetően, vagy valaki meglátogat téged. A nyilas jegyében van Plutó bolygó és Jupiter bolygó, ugyanúgy, mint szeptemberben és októberben. A kos jegyében található Szaturnusz bolygó, ugyanúgy, mint szeptemberben és októberben. A vízöntő jegyében található egy visszatekintő Neptun bolygó, ugyanúgy, mint szeptemberben és októberben. Kedves Szidília, így tudtam elmondani, hogy mi várható a következő három hónapban. Köszönöm, hogy megbíztál bennem, kívánok neked minden jót, és nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!